Sziasztok srácok! Üdvözöllek titeket a Fortnite történetek következő részében, és ebben a mai részben a Sevenről fogunk beszélni, akik nagyon-nagyon fontos karakterek a Fortnite történetében. A Seven egy 7 tagból álló csapat, akiknek az a céljuk, hogy a Zero Pointot biztonságba helyezzék, és legyőzzék az Imagined Order-t. Meg természetesen megmentsék a szigetet, és eltöröljék az örökké tartó loopot. Most így Chapter 3 Season 2-ben elég sokat tudunk már a tagokról, igazából mind a 7 tagról tudunk már mindent, kivéve ugye egyről, az egyik Sistersről, de majd rátérünk arra is. Amit a Sevenről lehet tudni, elméletileg több száz évesek, legalábbis Foundation úgy mondta, ugyanis tud a Zero Pointról, hogy honnan származik, tudja, hogy hogy kell kezelni a Zero Pointot, tud a Riftekről, tud az utolsó valóságról, szóval nagyon-nagyon sok mindent tud. Ők általában rakétákkal szoktak közlekedni, de az is előfordul, hogy néha meteorokkal is különböző mentő kapszulákban érkeznek. Nem tudni, hogy erre mi a magyarázat, annyi biztos, hogy Chapter 1 Season 4-ben, illetve Chapter 2 Season 5 Cinematic-ban ugye meteorokkal érkeztek kapszulákban. De ugye Chapter 3-ban kiderült, hogy lényegesebben inkább rakétákkal közlekednek. Nagyon-nagyon erős a páncélzatuk is, hiszen a Zero Point energiáját is vissza tudják fogni, sőt még az űrben is tudnak repkedni, és ami a legfontosabb, hogy a Zero Point memória törlésre immunisak. Ami srácok azt jelenti, hogy a páncélzatuknak hála soha nem kerülnek loopba, nem törlődik a memóriájuk, illetve soha nem készül belőlük snapshot. Ezért is van, hogy az item shopban nem kerül be rengeteg Seven féle reskin. Mivel minden Seven tag egy érdekes karakter, mindegyiknek megvan a maga pozíciója a csapatban, illetve mindenkinek megvan a maga története, úgy gondoltam, hogy egyesével átbeszéljük, kik is pontosan a Seven tagok, és mi a történetük. Kezdjük is az első Seven taggal, Visitorral. Ugye Visitort szerintem már mindenki ismeri, Chapter 1-ben rengeteg teória volt róla, hogy ki ő, miért jött, és már akkor tudtam, hogy ő egy fontos karakter lesz. Chapter 1 Season 4-ben érkezett a szigetre egy meteorral, egy kapszulában, és ő volt a legelső Seven tag, akit megismertünk. Azt, hogy pontosan miért érkezett a szigetre, senki nem tudja, azóta nem derült ki, de valószínűleg a Zero Pointot kereste. Visitor a Sevennél a felderítő, a felfedező, ő egy navigációs szakértő, szóval ő az, aki előre megy a rakétával és felfedezi a területeket. Ezért is van az, hogy Season 4-ben egyedül érkezett a szigetre, hogy megtalálja a Zero Pointot. Season 4-ben még az is kiderült, hogy képes rakétát is építeni, amivel haza tudott jutni, legalábbis vissza, ahol a Seven volt, nem tudni, hogy ott még a Sanctuary volt-e, vagy valami más. A leakek és a teóriák szerint ő is egy Jonesy snapshot, legalábbis a leakek ezt mutatják, ugyanis érdekes módon a fájlok között Jonesy arca van. Ami fura egyébként, ugyanis semmelyik Seven tagnak, ugye kivétel Foundationnek, nincs arc modelle, nincs meg a feje, kivéve neki, ő neki egy Jonesy feje van, lehet, hogy csak véletlen, de az is meg lehet, hogy tényleg ő egy Jonesy snapshot. A második Seven tag, akit megismertünk, a Scientist, vagyis a tudós. Ő a Sevennél a mérnök, ő építi meg ugye a dolgokat, most is ugye ott van a Stationnél és építi a páncélozott buszokat. Ő volt az, aki megépítette a Rift Baconöket Season 10-ben, szóval ő, aki ilyen szakértő, mérnök, és ő épít meg mindent. A csapatból ő az egyetlen, aki hazavárja Paradigmat, mert mint tudjuk, Paradigma valamit csinált, ami miatt mindenki utálja. El is érkeztünk az egyik legfontosabb Seven taghoz, Foundationhöz. Foundation alapította meg a Sevent, ő irányítja a Sevent, ő a vezető. Legelőször Chapter 2 Season 5-ös Season 6-os cinematikban láthattuk a Zero Crisis eventen. Ekkor találkozott Jones-zal, de nem először és nem utoljára, hiszen már ismerték egymást, tudta, hogy Jones az IO-nak dolgozik. Itt kezdődött el úgymond egy szoros kapcsolat Jones-zal, ugyanis segített neki megjavítani a Zero Pointot, cserébe Jones megígérte, hogy elviszi a Sistershöz és a Geno-hoz. A két Ticker testvért már megtalálták, már csak Geno hiányzik, ezzel még tartozik Jones Foundationnek. Foundation már rengeteg világban és valóságban járt, ugye találkozott még magával Batmannel is, hiszen volt Gotham Cityben és segítettek egymásnak. Jonesot kimentette még Chapter 2 Season 8 legvégén, Dr. Sloan karmai közül. Itt ugye kiderült, hogy Dr. Sloan ismerte már Foundationt régebb óta, és már régóta harcolnak egymással. Meg itt ugye kiderült, hogy Foundation nem más a sisak alatt, mint maga, de Rock.
Következő karakter az Origin, akinek a múltja eléggé komplikált. Ugyanis ő régen az utolsó valósághoz tartozott, és rengeteg vér tapad a kezéhez, ugyanis ott volt, amikor pusztították a valóságokat, az univerzumokat a királynő mellett. Viszont mi tudjuk, az Ájó valahogy elfogta Origint és bezárta. Ezért is van az, hogy a Battle Pass-ben egy rabruhában lehet látni. Viszont a Seven Foundation vezetésével kiszabadították a börtönből, így hát átállt a Sevenhöz. Meg egyébként is rájött arra, hogy valóságokat pusztítani gonosz dolog, így inkább úgy gondolta, hogy átáll a jó fiúk közé. És így, hogy most már a csapat tagja, Foundation kinevezte őt parancsnoknak, szóval ő irányítja a loopereket és az ilyen parancsnoki dolgokat. És valószínűleg van olyan erős karakter, mint Foundation, hiszen ha belegondoltok, elvileg a Cube királynőnek az erejét viseli, szóval egy nagyon-nagyon erős Seven tag. És el is érkeztünk a két testvérhez, a Sistershöz. A testvérpárból csak egyet ismerünk jelenleg, ugye a mostani Battle Pass-es karakter, de Imagined. Ő a Seven-nél úgymond egy ilyen bérgyilkosszerű karakter, aki független mindenkitől, és mindig szólózik. Magyarán nem szeret csapatban dolgozni. De az új Marvel képregényben majd jobban meg tudjátok ismerni, hiszen rengeteg szerepet fog kapni. A testvére kicsikét hasonlít rá, öltözetben is, csak más a színe, illetve fekete a haja. Az ő neve egyébként a The Order. El is érkeztünk a Sevenből az egyik legérdekesebb karakterhez, Paradigmához. Őt ugye Chapter 1 Season 10-ben meg lehetett vásárolni az Item Shopban limitált ideig, 1200 V-Bucksért. Azon kívül, hogy bent volt az Item Shopban, nem nagyon tudunk róla semmit, annyit, hogy mindenki utálja, illetve nem tartózkodik jelenleg a szigeten. Szóval ő olyan dolgot tett, ami miatt mindenki utálja, és jelenleg nem tartózkodik a szigeten, és ugye nem tudjuk, hogy mikor tér vissza, de elvileg csak ő tud segíteni a Sevenön, hogy megnyerjék az Ájó elleni háborút. De vajon ki lehet ő? Miért utálja mindenki? És jelenleg hol lehet? Nos srácok, van egy jó hírem, ebben a mai videóban ki fog derülni minden, hogy jelenleg hol van, ki ő és mit tett. Viszont figyelmeztetlek titeket, ez minimálisan spoileres az új Marvel képregénnyel kapcsolatban, szóval az nézze tovább, akit ez nem izgat. És most jöjjön egy kis doppergés. Paradigm a sisak alatt nem más, mint... Singularity. Szerintem ezen nem sokan lepődtünk meg, hiszen ha páncélzatukat is megnézzük, szinte egy és ugyanaz a kettő, csak más színben. Igen srácok, ez azt jelenti, hogy ő harcolt a szörny ellen még a Season 9-es eventen, ő építette meg a robotot is. De vajon, ha megvédte a Zero Pointot és legyőzte a szörnyet, akkor miért menekült el, és miért utálja mindenki? Nos srácok, az a helyzet, hogy Chapter 1-ben Paradigm az Ájónak dolgozott. Ez ugye megmagyarázza, hogy a Zero Point miért volt a föld alatt, miért voltak a bunkerek, miért volt egy úgymond egy vaultba bezárva, hiszen ő vigyázott a Zero Pointra az Ájónak. És ezek szerint Visitor nem csak a Zero Pointot kereste, hanem Paradigmot is. Miután legyőzte a szörnyet, a félkarú robottal elrepült az űrbe, és azóta nem láttuk. De vajon hol lehet? Nos, ezt is meg tudom nektek mondani. Paradigm jelenleg egy jeges bolygón tartózkodik, azon a jeges bolygón, ahonnan származik Ice King, a Prisoner és Cactus a szörny, hiszen erről a bolygóról szakadt le egy hatalmas jégkocka és zuhant rá a szigetre, ugye még Season 7-ben. A Seven tudja, hogy hol van Paradigm, viszont nem tudnak elmenni a bolygóra, akkora hóviharok vannak, hogy még Foundation páncián is átmenne, szóval jelenleg nem tudják, hogy Paradigm életben van-e. Scientist, ugye aki a legokosabb a Sevennél, úgy gondolja, hogy a robot macival meg lehet nyerni az Ájó elleni háborút, hiszen Season 9-ben az Ájó segítségével építette meg Paradigma robotot, szóval akkora erőforrást igényelt a robot megépítése, hogy konkrétan egy vulkánt pusztítottak el miatta, szóval ekkora erőforrás jelenleg most nincs a szigeten. Szóval lényegében nem Paradigma cél, hanem Paradigm és a robot macit vissza akarják hozni, hogy legyőzzék az Ájót. Szóval srácok, ez az oka, hogy utálja mindenki Paradigmot, mert ugye az Ájónak dolgozott, illetve ezért nem tért még vissza Paradigm, mert nem tud. Illetve azért nem hozták vissza, mert nem tudják visszahozni, de majd van egy tervük, hogy majd hogy hozzák vissza, de ezt majd a képregényben elolvashatjátok. Lényegében ennyit lehet tudni a Sevenről,
Kírjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc Seven karakteretek, és hogy miért, illetve mit szóltok ahhoz, hogy Paradigm nem más, mint Singularity. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, még nem vagytok. Jövő héten ugye kedden jön az új frissítés, remélhetőleg majd valami érdekesség is lesz benne. Streamelni fogom majd Trovon és YouTube-on is, úgyhogy srácok, itt leszek, várok mindenkit kedd délelőtt. Én viszont srácok, mára mentem, én Gosszéreder voltam, sziasztok!